Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Következőkben AB0, illetve LH vércsoportot fogunk meghatározni. Ehhez rendelkezésünkre áll anti-B ellenanyagot tartalmazó szérum, anti-RH, tehát RH ellenes ellenanyagot tartalmazó szérum, illetve anti-A, tehát A ellenanyagot tartalmazó szérum. Ezek szintetikus készítmények, tehát nem emberi vérből készültek. Valamint van egy X, illetve egy Y meghatározandó vérkészítményünk. A vizsgálathoz első körben az ismert ellenanyagot tartalmazó vérszérumokból ezen műanyag tálcák megfelelő helyére cseppentünk egy-egy cseppet. Tehát akkor a tálcákon láthatók az ellenanyag cseppek. Ugye az A helyen az anti-A ellenanyagot tartalmazó, a B helyen az anti-B ellenanyagot tartalmazó, és ez a zöld színű az RH ellenanyagot tartalmazó szérum. Ehhez kell hozzá cseppentenünk a vizsgálandó egyén véréből egy cseppet, és szintén ez is szintetikus, tehát nem emberi vér. Jó, tehát mind a három csepphez, ami egyébként látszik, hogy ezek a vérszérumok, nevezzük vérszérumoknak, átlátszóak, és majd megnézzük a vizsgálat végén, milyen változás fog történni. Először az X vizsgálati személy véréből cseppentünk egy-egy cseppet, vagy egy-két cseppet a vérszérumokhoz. Ezután ezzel a pici kis pálcával elkezdem kevergetni. Jól összekeverem a szérumot és a mintát. Itt már lehet látni, hogy az A ellenes ellenanyagot tartalmazó vérszérumnál történt kicsapási reakció, tehát itt egy picit kocsonyássá vált ez a szintetikus készítményünk. Tehát az biztos, hogy A antigént tartalmazott az X személy vére, vagyis hát volt a vörös vértestjeim. Jó, hogyha megnézzük a B, anti-B ellenanyagra, szintén itt össze kell kevergetnünk egy ideig. Na, itt még egy picit várunk. Nézzük akkor az RH ellenanyagra milyen választ kapunk. Jó, itt is megfigyelhető kicsapási reakció. Tehát pici kis hát darabok formájában kicsapódott ez a vér. A vér még egy kicsit. Ó, igen, de már itt is nagyon szépen látszik. Ha esetleg még egy csepp szintetikus vért cseppentek hozzá, lehet, hogy szebb lesz a reakció. Tehát ennél is megfigyelhető a kicsapási reakció. Tehát ez az X személy, akinek a vérét felhasználtuk, kicsapódott mind az A, mind a B antitestre, illetve az RH-ra is. Tehát elmondhatjuk, hogy biztos, hogy ő az AB0 vércsoportrendszerben AB vércsoportú, és ráadásul RH pozitív. Nézzük a másik személy, az Y személy vérét. Ugyanúgy hozzácseppentünk néhány cseppet az ismert ellenanyagot tartalmazó szérumokhoz. És megint csak összekevergetjük. Az A ellenanyagra egyelőre úgy látom, hogy nem történik semmiféle kicsapás.
nézzük a B-nél. Jó, szerintem már látható, de ha picit várunk, akkor lehet, hogy jobban észrevehető lesz, hogy az anti-B ellenanyagra történt reakció, tehát itt történt kicsapás. Nézzük az RH-t, arra nézve, mi történik. Tehát egyelőre itt sem látunk semmit. Tehát akkor az anti-A-ra nem csapódott ki, az látható. Anti-B-re viszont láthatjuk, hogy már nem annyira folyik ez az oldatunk, tehát az anti-B-re kicsapódott, és az RH-ra pedig még most sem. Ebből arra következtethetünk, hogy az Y személy B vércsoportú volt, és RH negatív. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!